Köszöntök mindenkit! Fölmerül bennem, hogy miért festészet, és azt látom, hogy ebben az egészben van egyfajta megfigyelés, illetve maga a szeretet az irányába, hogy megfigyelni valamit, és hogy időt tölteni valamivel. Amikor görgetünk egy social médiát, és 2 másodpercünk van valamire, ehhez képest a festészet az az, amikor az ellenkező, amikor mész és lelassulsz, és mondjuk órákat töltesz egy témával, vagy akár annak a kidolgozásával. Most fogjuk a telefont és lövünk egy fotót, egy sorozatot lövünk, 100 képet lövünk egy témáról. Ehhez képest a festészet egy megtervezett valami, ahol órákat vagy napokat töltesz azzal, hogy a kompozíció az véglegesítve legyen, és ez egy nagyon érdekes kapcsolatot teremt a képpel, a témával, illetve a végére odaérsz, hogy mit is akarsz kifejezni, vagy milyennek az egésznek a története. Nagyon sok képnek van története, vannak olyanok, amiknek kevésbé van, viszont inkább egy érzést akar átadni. Én évek óta keresem a médiumot egyébként, hogy mi az, ami leginkább közelebb áll hozzám. A 3D tervezéssel foglalkoztam, digitálisan illusztráltam. Mindig volt egy szerelem annak az irányába, hogy ha valami nem annyira kidolgozott. Ezek a képeknek nem az a célja, hogy egy fotót adjon vissza, hanem inkább az, hogy megragadjuk valahogy a lényegét annak a témának. Ahogy a gyermekeim megszülettek, én nekem volt egy folyamatos keresés, hogy mivel akarok foglalkozni, illetve mi az igazi cél. Ugye dolgoztam, meg külföldi ügyfelekkel dolgoztam, meg nagy projektben részt vettem, és valahogy mindig azt éreztem, hogy ha bármit csinálhatnék, hogyha mondjuk megnyerném a lottóütöst, vagy nyugdíjas lennék, akkor igazából kimennék és festenék. A képeket 6 különböző részre osztottam. Az első részen láthatjátok azt, ami a természethez kapcsolódik. Talán ez az, amivel a leghamarabb találkozunk. Hogyha pihenni szeretnénk, akkor kimegyünk a természetbe. Vannak erre kutatások, szeretjük mondjuk a zöld színt, az, hogy kimegyünk a természetbe, és az megnyugtat minket, hogy miért van az, hogy kiülünk a tengerpartra, vagy akár itt nálunk ugye a Tiszapartra, és egyszerűen megnyugszunk. Ezek olyan dolgok, amiket az ember azt érzi, hogy ezzel van valami, akár mondhatjuk ezt egy ilyen ősi kapcsolatnak, és én is azt érzem, hogy sokszor a víz az egy ilyen visszaköszönő motívum a képekben. Bejáratnál még ugye a fák és az erdő szinte megfoghatatlan téma festészet szempontjából, amit nagyon nehéz úgy bele sűríteni egy képbe, hogy az ne legyen túl sok, ne legyen túl zajos, és mégis élvezhető legyen. Második részen ez különösen látható, a vadkerti tónak például 2 megfogalmazása, a főse az egy realisztikus megjelenítés, alatta viszont egy egészen stilizált, kubista megfogalmazás látható, ott van benne az a szerkesztési, amitől egyedi lesz, amitől nem egy fotokópia. A jobb oldalon pedig a madarak jelennek meg, a madár realisztikus megjelenítésétől, a kubista stíluson át egy egészen absztrakt megfogalmazásig. Időt kell töltened azzal, hogy megértsd a képet. A fotó egyébként amiatt lehet unalmas, hogy megnézel, és jó, ez egy fotó, ez kész, és mész tovább. Egy absztrakt kép az pedig sokkal inkább elgondolkodtat, minél tovább nézed, lehet, hogy új értelmezéseket tudsz adni a képnek. Érdekes az, hogy meddig mehet el ez az absztrahálás. A következő szekció az pedig a város. Számomra a város az egy nagyon megosztó dolog, ugyanis sokkal inkább vágyok ki a természetbe, mégis a város az körülvesz minket. Minden nap megyünk a városba, és kockák, beton dzsungel az egész, de hogy ott van benne ez a csoda, fények, akár a színek játéka, érdemes ezzel mondjuk időt tölteni, hogy egy városi pillanatot megörökíteni, és azon felül beletenni azt a fajta egyéni látásmódot, amitől az nem egy tiszta fotó, hanem én úgy gondolom, hogy valahol a lelkem ebben benne van. Portói éjszaka az egy nagyon izgalmas, főleg nekem itt szegediként, ahogy ők építkeznek, amilyen rétegek létrejönnek, ez egy olyan varázslatos, hogy ezt egyszerűen nehéz fölfogni. Áll az ember ott, és látja egymás hegyén hátán épületeket, és egyszerűen befogadhatatlan szinte. Ezért több képen is szerepel ez a fajta építészetnek a megragadása. A másik oldalon pedig csodálatos reggeli pillanat, ami ez a bevágó fény, ami momentum, amikor így megállsz. Pont például autóval mentem, és közben így úristen, de jó ez a fény, az árnyékok a földön. És ahogy ez átalakul, az szerintem egy különböző réteget ad az egésznek. Maga a megfogalmazás az számomra egy ilyen érdekes játék, hogy milyen módon ragadunk meg egy várost, ezek kockák igazából, ez egy élettel teli, nyüzsgő valami, vagy inkább egy ilyen leegyszerűsített megjelenítése az egésznek. A következő részben eljutunk a mesevilág irányába. Ugye én foglalkoztam gyerekkönyv illusztrációban, most kezdem azt észrevenni, hogy kicsit a szürreális irányba is
lehet, hogy merek lépni, akár belekombinálni a természeti valóság, hűségbe egy olyan fajta mesevilágot, ami lehet, hogy ha ebbe az irányba tovább tudok menni, és eljövedem mondjuk azokat a gátlásokat, hogy kék az ég és zöld a fű, akkor lehet, hogy valami nagyon vad tud ebből létrejönni. A nagy kép, a nagy erdő, az egy fura projekt. Ez a legnagyobb vászon, amire eddig dolgoztam, ez egy 120x70-es kép, ami a legnagyobb, ami befér a kocsiba. Mondtam a művész ellátóba, hogy a legnagyobb, és mondták, hogy van egy 2 méteres vászon, mondtam, hogy az nem jó, mert azt valahogy haza kell vinni gyalog, vagy buszt bérelni. Számomra egy nagyon fura, hogy mennyi érzelem vagy energia tud belemenni az ecsetkezelésbe, és hogy az ember elemzi mondjuk a korábbi alkotókat, akár az impressionistákat, olyan fura ezt látni, hogy régen, hogyha egy ennél fele kidolgozottabb képre azt mondták, hogy az impressionista is kész, akkor az emberek ezt rajongva nézték. Most, amikor minden tűjéles, meg HD, meg 4K, meg 8K, akkor van bennünk egy ilyen hiányérzet a részletekkel szemben, és hogy számomra nagyon érdekes, hogy én úgy érzem, hogy inkább energiája van azáltal, hogy ezt a dinamizmust, amit az ember ott egy erdőben mondjuk átél, az sokkal jobban átadja, mintha teljesen fotószerűen, mint egy reneszánsz kidolgozottságot használnék. A következő részekben a portrék megjelennek. Ez számomra egy ilyen nagyon kihívásokkal teli rész. Egy arckifejezés, egy apró mimika, mekkora különbséget tud aközött tenni, hogy valaki kedvesen néz, vagy éppen ijesztően néz, vagy a szemedben néz, vagy nem a szemedben néz. Nagyon sok lehetőség van benne. A portréfotósok az egész karrierjüket ráépítik arra, hogy portrékat fotóznak, amire most előbb a selfie világában azt mondjuk, hogy ez egy őrület. Ez is egy ilyen izgalmas terület, amire jobban el szeretnék ebben mélyülni. Az a szembeni része vízi világnak a impressziói jelennek meg. Inspirál a Tiszapart itt Szegeden. Tök jó mondjuk kimenni, van ott olyan kép, ami ott plener készült. Mondjuk van olyan kép, ami haragos. Az irodában ültem, számítógépen dolgoztam, mert ott volt 2 monitor, 3 monitor. Ugye nagyon hatékonynak kell lenni, szörnyen hatékonynak kell lenni, rengeteg kávét kell inni, hogy még jobban pörögjön az ember. És egy ilyen pillanatban mentem ki, hogy jó, akkor most nem érdekel, kimegyek a Tiszapartra. Érezhetően egy ilyen harag van az egész képbe. Túloldalán ott van a színes őszi Tiszapart, amin meg én azt érzem, hogy egészen egy ilyen boldogságot tükröz. Eleve a figurákkal, eleve az egész az a csoda, amit ott a őszi narancsárga színekben úszó levelek. Itt Szegeden ennél szebbet nem nagyon lát az ember, ami a természettel kapcsolatos. Ugye mindig mondják az emberek, hogy jó, el kell menni Velencébe meg. Persze Velence is szép, de hogy ugyanúgy Szegeden is gyönyörű dolgok vannak. Az utolsó részen láthatok olyan képeket, amik inkább a megfigyelésnek a mintái. Úgy nem lehet impresszíven dolgozni, hogyha az ember nem csinálja meg mondjuk a házi feladatot, vagy a bemelegítést hozzá. A hátsó részben olyan képek vannak, amik ezt tükrözik akár a levelekkel. Amikor az ember leül és mondjuk egy néhány órát eltölt azzal, hogy mitől lesz olyan fénye mondjuk, hogy a formák mitől lesznek olyanok, amilyenek. Az utolsó rész, ami elszórva láthatok absztrakt képeket. Nagyon szeretek absztraktan festeni, sokszor ezek egy olyannyira energiával teli képek, hogy nem is szívesen ülve csinálom, hanem állva, fülhallgatóval, zenét hallgatva, táncolva, és hogy nagyon fura, hogy akár a zene például befolyásolja az, hogy milyen kimenete lesz a képnek. És még egy érdekes része, hogy ugye a 15 év grafika meg illusztráció, erősen hatással van arra, hogy még 10 évvel ezelőtt nem tudtam volna ilyen abszolútot csinálni, mert egészen más színeket vagy formákat használtam volna akár. Zárásként azt szeretném mondani, hogy a közösségnek az erejét, illetve a közösségi hálót alulbecsüljük. Én nekem az a célom, hogy a számítógépet letéve a festészettel foglalkozzak teljes időben. Képek azok megvásárolhatóak, hogyha bárkinek van mondjuk egyedi elképzelése, vagy ajándékötlet, vagy hasonló, akkor így állok elében, mert az a célom, hogy ez a tevékenység ez tovább folytatódjon, illetve mindenkit biztatok arra, hogy kövessetek meg, hogyha megtennétek, hogy megosztjátok akár az oldalamat, az nagyon sokat számítana. Élvezzétek a jelentést, és köszönöm, hogy eljöttetek!